A jövőben is számíthatnak a tűzoltók Szekszárdváros támogatására, mondta Ács Dezső szilveszterkor azon a köszöntésen, melyen a szolgálatban lévőkkel és a parancsnokokkal találkozott Szekszárd polgármestere. Balázs Gábor megyei katasztrófavédelmi parancsnok rövid értékelésében azt mondta, nem volt könnyű év a 2018-as, de az állomány tisztességesen ellátta feladatát. Ács Dezső kiemelte, akkor végzik igazán jól a munkájukat a tűzoltók, ha ezt a tevékenységet nem vesszük észre. Szakmailag felkészült, eszközzel jól ellátott állomány dolgozik itt Szekszárdon a tűzoltóságon, sőt mondhatjuk azt, hogy egész Tolna megyében. És ez egy ilyen szakma egyébként, hogy karácsonykor és szilveszterkor szolgálatban kell lenni, pont azért, hogyha bármi történik, akkor be tudjanak avatkozni. Az, hogy ezt milyen szakmai szinten végezték az elmúlt évben, azt gondolom, hogy mindenki számára világos, és büszkék lehetünk arra a munkára, amelyet az idejében végeztek. Balázs Gábor úgy fogalmazott, nagyon munkás évet zártak, hiszen a vonulási számok meghaladták az előző évi adatokat. Átlagosan egyébként, ha 5 évet nézek, akkor ez az 1600-1700 körüli katasztrófavédelmi művelet, ez teljesen normálisnak mondható. Ez azt jelenti, hogy még mindig Tolna megye a biztonságos megyék közé tartozik tűzvédelem szempontjából országosan, és én ennek nagyon örülök, hiszen ebben nem csak az időjárásnak a kedvezősége, hogy nem voltak akkora szélsőségek, mint például tavaly vagy 2013-14-ben, hanem az is hozzájárul, hogy a hatósági munkát próbáltuk előtérbe helyezni. A megyei katasztrófavédelmi parancsnok kifejtette, szélesítették azt a társadalmi kört, ahova eljut a tűzvédelem kérdése, fokozva egyre a biztonságot.